Most az esti mese következik a legkisebbek számára. Ma este Nagy Levente Őrsöt, a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulóját hallhatjátok. A Szebeni muzsikusa, magyar népese. Volt egyszer egy szegény ember, annak meg egy szamára. Avon volt a malomba a bújra. Megöregedett a szamár, és mikor már nem bírta a terhet, föltette magába, hogy elszegődik muzsikusnak. Egyik reggel elbúcsúzott a kapufélfától. Elindult. Amint mendegen, szembe találkozott egy kutyával, és kérdezte. Hová, hová, talpaskoma? Talán csak nem hírt vissza valakinek? Nem hírt vissza, hanem annyira megöregettem, hogy nem érem el a nyulat, és agyon akarok mi a gazdám. Nem tudom, mi lesz vele. Éhen veszek. Egyet se búsulj. Gyere velem szebembe. Megyek muzsikusnak. Tovább mentek, mendegéltek, találkoztak egy macskával. Hová, hová, körmös koma? Megyek világá, dézsmáltam az asszonyom húsából, muszáj világá mennem. Gyere velünk, körmös koma, mi szebembe megyünk muzsikusnak. Délután egy kocsmához értek, egy kakas kukorékot volt a kapufélben. Kérdi tőle a szomát, ugyan miért terülködsz annyira, te száz feleségű törött vasat? Vendégek érkeztek, és az asszonyom le akar várni vacsorát. Hát kukorékolok, amíg teltem. Csak nem estél a fejed lágyára, csak nem hagyod magad. Hát mit tegyek? Gyere velünk muzsikusnak! Mind a négyen elindultak, útközben elesteledett, és megpihentek egy fa alatt. A szamár lefeküdt a tövébe, a kutya arrébb valamivel, a macska fölmászott a közepébe, a kakas meg a legtetejébe repült. Mikor ott megült, széjjel nézett, világosságot látott a közelben. Elindultak a fény felé. Mikor odaértek, zsiványokat találtak. Azok éppen rengeteg ennivalóból lakmároztak. Hogyan juthatunk be? Kérdezte a macska. Tudjátok? Mondta a szamár. Én a két első lábamat ráteszem az ablakpárkányra, kutya jön a hátamra, a macska kutya hátára, a macska hátára szálljon a kakas, és ki, hogy tud, kiabáljon. Úgy is tettem, a zsiványok erősen megijedtek, és kifutottak a házból. Erre ők bevonultak. Jól laktak, mindegyik feküdni készült. A szamár a szemétdombra, a kutya a konyhakúszörre, a macska a tűzhelyre, a kakas a ház tetejére. Tanakodtak a zsiványok, kimenjen a házba, mert sajnálták otthagyni az ételt, italt, kincseket. Vállalkozott az egyik. Bement a padlásajtón, a tűzhely felől két kerek világosságot látott, és a macska az arcába kapott. A konyhaküszöbön lábába harapott a kutya. Ahogy a szemétdombhoz ért, a szamár jó nagyot rúgott rajta. A kakas a ház tetején kukorékolt. Visszament a zsivány a társaihoz, és azt mondta, a tűzhelyen valami kerek világosság belekapott az arcomba, a konyhaküszöbön belém szúrtak egy tűt. A szemétdombnál valaki jól hátba vágott, egy nagy furkós bottal. A ház tetején ül a bíró, és azt kiáltja, hozzátok ide a zsiványt, ott kaparjam ki a szemét! A zsiványok nagyon megijedtek, és ott hagyták a tanyájukat, a rengeteg ennivalóval. A szamár, a kutya, a macska, a kakas jól éltek aztán. Nem kellett szolgálniuk senkinek, ettek ittak, talán most is élnek, ha meg nem haltak.